erőt, egészséget! Kedves bajtársak, tisztelt emlékező hölgyek és urak! Lelkiismereti kötelességemnek éreztem, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagjaként ma itt fejet hajtsak utolsó kormányzónk Horthy Miklós emléke előtt. Itt a hagyományőrző nemzetőrség tisztjei mellett e patinás régi rendezvényen felvonulásom. Nekünk magyaroknak a vérünkben van a honvédelem, és július hónapja lehetne a honvédelem hónapja is, ha csak nem lenne egy erősebb lobby manapság, ami miatt ma már nem is vörös rongyokba, hanem inkább szivárvány színű rongyokba öltözött a főváros, legalábbis Magyarországon, és ma már inkább az LMBTQP propaganda hónapja lett. Az a július, amelyiket inkább mi magunkfajta magyarok tekintsük inkább mégis a honvédelem hónapjának, hiszen ekkor ünnepeljük a nemzetmentő pozsonyi csatát, és ekkor emlékezünk arra is, hogy ha 1919. júliusában nem alakul meg Szeged alsóváros vezette nemzeti hadsereg, akkor ma nincs Magyarország. Ez a mondat már Bene Gábor bajtársam kitűnő felvonulásai szervezőjének is a mondata. És így van ez, vagy ahogy a Transzparensen olvashatjuk, hogy a nemzeti hadsereg nélkül ma legalábbis szerb állampolgárok lennénk, ezt talán történészi szemmel nyugodtan kijelenthetjük. És a Horthy korszak lenyűgöző gazdasági fellendülése és meg nem alkuvó nemzetpolitikája előtt fejet hajtva, ezeket példának tekintve tavaly szobrot is állítottunk Horthy Miklósnak az Országházban, egyelőre persze még csak Dúró Dóra országgyűlési alelnöki irodájában, de határozati javaslatot is nyújtottunk be, hogy a második bécsi döntés évfordulóját, Észak-Erdély visszacsatolását a hazatérés napjává nyilvánítsa az országgyűlés. Persze ezt leszavazták, és így az emlékezés, a mai emlékezés is a mi nemzetpolitikai feladatunk. Ma is itt, amikor elindult a Szegedi Mátyás térről a felvonulásunk, Zadravec Páter egykori temploma előtt, akkor ki kell mondjuk, hogy nehéz emlékezni akkor, amikor se állami megemlékezések nincsenek, és hát főként a történelem tankönyvekből is hiányzik, akár a pozsonyi csata, akár a rongyos gárda, vagy épp a Horthy korszak méltó megjelenítése. Mégis ki kell mondjuk, hogy emlékezni és emlékeztetni nemzetpolitikai felelősség. És amikor a könyves polcomról ma itt a Zadravec templomhoz közeledve leemeltem a Páter Zadravec titkos naplója című kötetet, a Kossuth kiadónak a 60-as években megjelent kommunista lábjegyzetekkel agyon kommentált kiadását tudtam csak jobb hián leemelni a könyves polcomról, ahogy szintén a 60-as években jelent meg a Prónai Pál naplójából megjelent fejezetek, hát gondolom, hogy ugyanúgy szerkesztett, és hát ahogy olvastam, hasonlóan lábjegyzetelt kommunista, és ki tudja milyen kihagyásokkal terhelt kiadása. És azt gondolom, hogy már is két újabb nemzetpolitikai, kultúrpolitikai feladat, amivel talán kénytelen leszek megint Szakács Árpád kiadóját, és hát magát Szakács Árpádot terhelve, újabb keresztet rakva a vállára, e két könyvnek eredetibb, korrektebb kiadását kérve. Hiszen ahhoz, hogy emlékezzen, lássunk először fel kell tárni, tudom, a kommunista ügynök múltat, és az elmúlt évtizedekből is van még számos olyan feltáratlan ügy, ami a feladatunk, ha csak a titkosításokra gondolunk, de mai napig bizonyos értelemben titkos az eredeti formájában az Zadravec Páter naplója, vagy épp Prónai Pál naplójegyzetei. Éppen ezért nekünk nemzetpolitikai feladatunk is van. Sajnos a vármegyék amúgy kitűnő visszanevezését nem kísérték érdemi intézkedések, például a csendőrség visszaállítása. Ezért a mi feladatunk a Horthy korszakból rámutatni arra, ami követendő és ami példaértékű. Íme már is egy honvédelmi aspektus. A Trianonban megnyomorított Magyarország a haderőfejlesztése vonatkozó korlátozások 1938-as eltörlése után az európai tengelyhatalmak harmadik páncélos jármű gyártó kapacitását építette ki, mindössze néhány év alatt.
a szinte nulláról induló magyar hadipar, mint egy 950 darab páncélos gyártott le 1944 őszéig. Sajnos a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő fejlesztési program a beszerzési mennyiségei tekintetében is inkább csak mondjuk díszemle méretűek, azok például egy ukrán támadást nem igen tartanának vissza. Például a sokat emlegetett Leopard tankunk is mindössze 12 darab van, plusz a 2A4 HU típusú. Hát vessük ezt össze a 470 darab Turán harckocsival például. Hát bizony e tekintetben is példaértékű a Horthy korszak, hiszen a cseh eredetű, de magyar fejlesztésű tanknak a 40M változata a II. Világháborúban a Magyar Királyi Honvédség harckocsi állományának gerincét képezte és képezhette is. Hazánk számára pedig valóban nézzünk szembe ezzel, hogy a legfőbb biztonsági kihívás 2014-2015 óta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés érte Magyarországot, sőt, 2 évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták. Fennáll a veszély, hogy Ukrajna fennmaradása esetén a nyugat által felfedezett ukrán haderő a kárpátaljai magyarságon, sőt, akár Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarc miatt. Sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége könnyű célponttá teszi hazánkat, és az is feletébb kétséges, hogy a szövetséges NATO a vonakodó csapó segítségére sietne egy ilyen helyzetben. Tisztelt emlékező hölgyek és urak, miközben a baloldal a 3x2-es Horn Gyuláról és a fehér ellenes terrorista, kommunista Nelson Mandeláról nevezett el közterületet, mi Horthy Miklósnak állítottunk szobrot az Etényi Csukás Ferenc segítségével az országházban tavaly. Szükségesnek tartottuk ugyanis kinyilvánítani, hogy bár utolsó kormányzó munkásságát lehet kritizálni bal és jobb oldalról egyaránt és jogosan, de mégis a Horthy korszak 25 évét összehasonlítva az elmúlt évtizedekkel egyértelműen szoborért kiállt. A két világháború között valódi gazdasági világválság, egy több millió halálos áldozattal bíró spanyol járvány, és hát persze mondjuk főként Trianon sújtotta Magyarországot, de Horthy Miklós mégis virágzásnak tudta indítani, lenyűgöző gazdasági fejlődést és kulturális perskést produkálta. Hiánypótló kezdeményezésünk, társadalmi követelésünk tehát azt is célozza, hogy az országház kupola termében a nemzet nagyjainak szobra mellett között kapjon helyet utolsó kormányzónk is. Ahogy a monarchia idején épített parlamentben mellőzött Rákóczi Ferenc is később a Horthy korszakban kapott csak emléktáblát ott, úgy például ezzel az emléktáblával szemben lehetne egy hasonló márványra. Ezt azonban eddig hiába kezdeményeztük Kövér Lászlónál, ő nem is válaszolt, ezért végül Dúró Dóra országgyűlési alelnök irodájában avattuk fel ezt a bizonyos szobrot tavaly. A házelnök ráadásul kitiltotta a mi Horthy szobor avatásáról szóló sajtótájékoztatónkat is a nyilatkozatokra kijelölt szokásos helyszínről, a kék társalgóból, ahol a baloldali képviselők is bármiről tarthatnak sajtótájékoztatókat. Így a Szent Korona melletti helyiségben nem kerülhetett sor az avatást megelőző eseményre. A DK vezetésével pedig azok háborogtak a legjobban a Horthy szobor miatt, és akarnak leckét adni nekünk abból, hogy mit lehet és mit nem egy közintézményben, akik, ha tehetnék, állandó jelleggel szivárványszínű zászlót is tűznének a parlamentre. A történelemből felmentettek olcsó nácizása miatt mégis tavaly magyarázkodásba kezdett az országgyűlési hivatala, amely szerint idézem, az alelnök döntése, tehát Dúró Dóráé, hogy hogyan rendezi be a dolgozó szobáját, ezt a döntést az országgyűlés hivatalának nem áll módjában korlátozni. Azaz, ha módjában állna, akkor sem a támogatáson, hanem inkább a korlátozáson fáradozzának. Itt tartunk ma.
Tavaly a balliberális támadások nyomán, pedig itt Szegeden is elhalasztották a Horthy emlékmű avatását, Botka László győzelmet ünnepelt. A halasztás az a jelek szerint valami olyan vége láthatatlan fogalom, mint a szovjet csapatok ideiglenesen hazánkban állomásozása volt, hiszen az emlékmű elhalasztott avatásáról azóta sincs hír. A szervező vitézi rendszerint egy KDNP-s országgyűlési képviselőt mondott volna. A Szegeden hírportás szerint azokban a KDNP azt közölte, hogy a hír hamis, Mihálfi Béla nem fog részt venni az eseményen. Csak hogy Mihálfi neve ott volt mindvégig, azon a meghívón, amit a vitézi rend adott ki. És ezt nem ők találták ki, egyeztetés nélkül, természetesen. A vitézi rend a Szegedelnek küldött válaszában azt írta, hogy az eredeti tervek alapján Mihálfi Béla képviselő úr beszédet mondott volna, viszont ezt a szándékát visszamondta. Hát ilyen bátortalan politikával nem lesz paradigmaváltás, a nemzetpolitika terén sem persze. Igazi, bátor, vitézies kormánypárti magatartás, ezt már a kurusz.info hírportál tette közzé. Botka László pedig hogyan ünnepelt? Köszönöm Mihálfi Bélának, hogy megértette Szeged képviselőjéként, nincs keresnivalója a háborús bűnöseket éltető rendezvényeken, mert a 21. századi európai Szeged elutasítja a gyűlöletet, a kirekesztés minden formáját. Mi az összefogásban hiszünk, Szeged a szolidaritás és a szabadság városa, amely bátran fel fog lépni a jövőben is az önkénnyel és annak híveivel szemben. Továbbra is visszautasítjuk, hogy városunkban bárki, bárhol Horthy szobrot avasson, mondta Szeged polgármestere. Ezeket a szavakat viszont nem utasította vissza a helyi KDNP és kormánypárti országgyűlési képviselő. Ezért kénytelen vagyok helyette is visszautasítani. Igenis van helye akár lovas szobornak is Horthy Miklós számára, és ezért tulajdonképpen évtizedek óta egy nemzetpolitikai kultúrharcot folytatunk. Jubileumot tartottunk, lovas felvonulásokat mi a fővárosban is. Emlékszem az első talán Horthy Miklós valamelyik halálának évfordulója, még az ős jobbikos időkben, amikor az még egy nemzeti párt volt, akkor szerveztem. Aztán az utóbbi években Horthy Miklós Budapestre való bevonulásának századik évfordulóján, majd kormányzóvá választásának századik évfordulóján 2021. március 1-én tartottuk a Nemzeti Összefogás seregszemléjét, tucatnyi nemzeti szervezettel karöltve, és folytattuk ezzel a parlamentben, ezzel a már említett Horthy szobor avatással, sőt, idén Horthy Miklós legutóbbi születésének évfordulóján egy felsőházi konferenciát is tartottunk a vitézi renddel közösen. Most pedig közeledik Horthy Miklós újra temetésének 30. évfordulója. Egy megemlékezés egy évfordulóra, egy eseményre, az újra temetésre, aminél az egyik szemünk sírt, a másik nevetett. Hiszen egyrészt örültünk, hogy végre itthon, magyar földön, méltó körülmények között a kenderesi kriptában nyugodhat utolsó kormányzónk, de mégis szomorúak voltunk, arra gondoltunk, hogy a méltó állami katonai tiszteletadást elmulasztotta az akkori magyar állam. Ezért van még adóssága bőven a magyar kormányzatnak, és természetesen nekünk, civileknek is, hogy méltó módon emlékezzünk meg idén szeptemberben, Kenderesen, az újratemetés 30. évfordulója alkalmából. És nemzetpolitikai követeléseink sorában nem felejtjük el a már említett határozati javaslatunkat, melyet a hazatérés napjának bevezetését célozva nyújtottunk be az országgyűlésnek, annak érdekében, hogy méltó módon ünnepelhessük a trianoni diktátum következtében elvesztett nemzetrészeink hazatérését. Mert számunkra nem Trianon az ünnep, ahogy az elmúlt években sajnos már narancsszínűre festve látjuk az állami megemlékezéseket, sokszor ünnepnek is nevezve nyíltan. Kormányzati propaganda azt sugallva, hogy itt már mindent megoldottak, nincsen itt semmi probléma az oktatástól, az egészségügyen át, egész a nemzetpolitikáig, minden problémát megoldottak, hát nem. Nem és nem, nagyon messze vagyunk ettől. Éppen ezért, hogyha valóban ünnepelni szeretnék, akár Pozsonyi csata, Rongyosgárda emlékét, ezek is mind filmért kiáltanak, de állami megemlékezésért is, hogy hivatalos állami ünnepnap legyen, hiszen a hazatérés napja augusztus 30-a, Észak-Erdély visszatérésének, a második bécsi döntésnek a napja.
A revíziós politika eredményeképpen több lépésben nemzettestvéreink milliói, ősi területeink és javaink jelentős része térhetett vissza a Szent Korona hatája alá az ezeréves Magyar Királysághoz. A trianoni diktátumban kijelölt határ módosításaira minden esetben a nemzetközi jog hatályos rendelkezései alapján érvényes módon került sor, így hát a jelenlegi országgyűlés sem kellene féljen a hazatérés napjává ünnepé nyilvánítania ezt. A hazatérés napja ezért kettős jelentőségű. Emléknap, amikor a nemzet fejet hajt a revízióért küzdelmet vívott hazafiak dicsősége előtt, és ünnepnap, amikor hitet teszünk amellett, hogy idővel az isteni örök igazság győzedelmeskedik a hazugság felett, a remény, a beletörődés felett, a jog, a jogtalanság felett. Köszönöm figyelmüket! Hazának szolgálatok!